121 éves a miskolci villamos közlekedés. Ezen a napon 9 motorkocsi gördült ki a remízből, és ezzel elindult a villamos közlekedés Miskolcon. Ebből az alkalomból a legkitartóbb és példamutatóbb munkatársakat ismerték el az MVK ZRT-nél. A buszok és villamosok egy év alatt több mint 10 millió kilométert tesznek meg. A miskolcvárosi közlekedés kiemelkedő az országban. Ezt az MVK buszsofőre is bizonyították most. A miskolci csapat 32 indulós mezőnyben nyerte meg a fővárosban megrendezett országos járművezetési versenyt. Őket igazgatói dicséretben részesítették a cégnél megrendezett ünnepségen. 2 darab autóbusszal kellett a gyakorlati feladatunkat végrehajtani, egy régi Icarus 260-as típus, ami ugye szívünkhez közel áll a múlthoz kapcsolódóan, illetve egy Credo Volán Egyesülés által biztosított járművel, ugye ez idegen környezet volt számunkra, de gyakorlatilag az elmélet és a gyakorlati pontok zárását követően az összeszámolásnál derült ki számunkra is, hogy egy ponttal, de sikerült a budapesti BKV csapatot megelőzni. Az országban Budapest után másodikként Miskolcon 1897. július 10-én indult útjára a villamos közlekedés. A villamos közlekedés 121. évfordulóján több mint 50 munkatársat ismertek el az MVK telephelyén. Most kaptam meg a 40 éves törzsgárdát, ugye július 4-én volt. Nagyon örülök, hogy itt dolgozhattam, nagyon örülök, hogy ez volt az első és utolsó munkahelyem, és annak is örülök, hogy büszke vagyok, nagyon jó kollégákkal vagyok körbevéve, illetve annak is nagyon örülök, hogy apukám és a családomból is nagyon sokan itt dolgoztak. A 35, 40 és 45 éve a vállalatnál dolgozók mellett a kiváló dolgozókat is jutalmazták. A Meszléri Zoltán díjat Prókai Istváné menetrend szerkesztő és Horváth Imre minőségirányítási vezető kapta meg. Én azt hiszem, hogy ez az elismerés nem főképpen az én elismerésem, hanem a kollégáimé, hiszen ugye egyedül nem is tudnám működtetni az irányítási rendszereket, hanem csak is velük együttműködve, illetve hát ők működtetik, én meg összefogom mindezt. Úgyhogy én ajánlom mindnyájuknak a díjat. Meszléri Zoltán vezetésének idején épült ki a tömegközlekedési pálya a városban, de az ő igazgatása alatt számos nagyléptékű, ma is jelentős infrastruktúrális fejlesztés is történt a cégnél. Akkor 121 évvel ezelőtt, mikor Miskolc másodikként megindíthatta Magyarországon a villamos közlekedést, akkor ennek megteremtették az alapjait, és azóta a kollégák, akik itt aktívan dolgoznak, mindig tesznek hozzá egy picit, és ennek köszönhető az eredményessége, illetve az aktivitása a miskolci közlekedésnek. 121 évvel ezelőtt 9 motorkocsi gördült ki a remízből. Ezzel indult a villamos közlekedés Miskolcon. Ma már egy évben több mint 10 millió kilométert mennek a járművek. Egy átlagos tanítási napon 1969 fordulót tesznek meg az MVK járatai a városban.